Szomorú ok miatt marad emlékezetes a 2020-as év, vagy a önkormányzata és lakossága számára egyaránt. A települést 1998 óta irányító Tisza Sándor váratlan halála miatt időközi polgármester választást kellett kiírni őszre. Az öt jelölt közül a város lakossága az egykori városvezető fiának, Tisza Sándor Rajmundnak szavazott bizalmat. Az új polgármesternek így több folyamatban lévő projektet kellett befejeznie év végére, miközben fontos feladatok adódtak a járvány elleni védekezésben is. Hál' Istennek nem olyan sok fertőzött volt az elmúlt időszakban, de volt rá példa, hogy kiszűrtünk dolgozókat, igyekszünk mindent megtenni a járvány megfékezésére. Nagyon szép eredményeket értünk el ebben az évben a városfejlesztésben, bár több pályázatunk is egy kicsit belassult a járvány miatt, de sikerült befejeznünk ebben az évben az eszközfejlesztés, beltörölti közterület karbantartása pályázatunkat. Ebben itt 15 millió forint értékben sikerült eszközöket beszereznünk a városgazdálkodási szövetkezet karbantartási feladatok elvégzésére, illetve a Magyar Falu programban sikerült még orvosi eszközöket is beszereznünk az orvosi rendelőink részére. Vajon elsősorban a gazdasági élénkítést és a munkahelyteremtést célozták meg a közeljövőben? Ehhez lehet nagy segítség az az iparterület, amely a város külterületén épült meg 177 millió forintból. Erre a közművesített területre várja az önkormányzat a különböző termelő vagy feldolgozó tevékenységet végző vállalkozásokat. Az önkormányzat 2021-ben mindenképpen szeretné a különböző pályázatokhoz kötött kulturális rendezvényeit megtartani, továbbá több infrastruktúrális fejlesztés is megvalósulhat. Van egy nyírségturisztikai kínálatának integrált fejlesztése projekt, amiben a Vajai tópart érintett. Az ottani beruházások is 2021-ben valósulhatnak meg, ennek a közbeszerzési eljárását sikerült elindítanunk, és küzdünk a Vajai tó alacsony vízszint problémájával is, a megoldáson vízügyi szakemberekkel dolgozunk. Van egy energetikai projektünk, mert ezen is dolgoztunk, a kiviteli tervek elkészülnek hamarosan, a polgármesteri hivatalunk, illetve az óvodánk energetikai felújítása a cél. Az önkormányzat ezen belül is folyamatosan keresi az újabb fejlesztési lehetőségeket. 2021-ben jelentős változás áll majd be a közvilágításban, az eddig használt világító testeket korszerű és energiatakarékos LED lámpák váltják majd. Ezen felül olyan beruházások valósulhatnak meg idén, amelyek tovább erősíthetik vagy a városias jellegét, így utak és közparkok felújítása is a tervek között szerepel.